A program sorozat részeként 28-án rajtol el az 5. szabadkai félmaraton délelőtt 10 órakor. Ennek következtében városszerte útlezárásokra kell számítani. A szeptember 1-i ünnepséget megelőzően is már számos program várja a kilátogatókat, hangzott el a programismertető sajtótájékoztatón. Városnap a szeptember 1-én ünnepli a város. A programok már a délelőtt folyamán elindulnak. A fúvós zenekar fellépését követően ünnepélyesen felvonják Szabadka városának a zászlaját is majd pedig a városi képviselőtestület ünnepülését tartják meg 10 órai kezdettel a Városháza dísztermében. Ugye itt átadásra kerül hagyományosan a díszpolgár és a próurbe díjak. Ez már tradicionálisan mindig ugye szeptember 1-én történik. Professzor emeritus Somogyi Sándor, a közgazdasági és mezőgazdasági tudományok doktora veheti majd át Szabadka város díszpolgári címét. Próurbe díjban Josip Ivanovics, a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar dékánja, Murényi Mátyás karmester, zenepedagógus és Miroslav Vojnic Hajduk Maracsa koreográfus részesül. Koncertek sora kínál kikapcsolódási lehetőséget 1-e és 3-a között, a szervezők pedig nagyszámú közönségre számítanak. A 100-tagú cigányzenekar koncertjére 2-án pénteken kerül sor, míg a Szabadkai Szimfonikus Zenekar 3-án este lép fel Stefan Milankovics hegedű művésszel kiegészülve. Kao solista uz nás nastupa náš, kao što su i rekli, već najcenjeniji violinista i sigurno jedan od najboljih na svetu, Stefan Milanković, umetnik koji je bio profesor na Juilliardu i za sebe na hiljade ima koncerata. Svirao je sa najboljim simfonijskim orkestrima na svetu. Tako da zaista će nama biti drago da sviramo s njime, što je nama velika čast, naravno. Nem csak koncertekkel, kirakodóvásárral, kiállításokkal, könyvbemutatókkal és gyermekprogramokkal is várja Szabadka a látogatókat, hogy együtt ünnepeljék a város napját.